Sziasztok! Ismételjük át, hogyan is kell koordinátarendszerben függvényt ábrázolni. Adva van egy feladat, hogy minden x értékhez rendeljünk hozzá 3-mal nagyobb számot. Vagyis mondjuk fölírjuk mínusz 10-től plusz 10-ig a számokat, és mínusz 10-hez hozzáadunk 3-at, az mínusz 7, mínusz 9-hez hozzáadunk 3-at, az mínusz 6, mínusz 8-nál mínusz 5, és így tovább az összes többi értéket is végig. Ez egy táblázat, már is készen van a feladat, tehát végül is a függvényünk már működik. Csak hogy érdemes ezeket a dolgokat láthatóan megjeleníteni, és az ilyen láthatóan megjelenítéshez találták ki a koordinátarendszert. A koordinátarendszer úgy működik, hogy rajzolunk egy számegyenest, ezt elnevezzük x-nek, az x-re fölvesszük az x értékeket, mínusz 10-től plusz 10-ig, és készítünk egy másik számegyenest is, amit merőlegesen fogunk beleállítani az x tengelybe, méghozzá úgy, hogy pont a nulla pontnál metsze, és ezt a tengelyt elnevezzük y tengelynek. Erre az y tengelyre is fölvesszük a számokat mondjuk mínusz 10-től plusz 10-ig, majd elhatározzuk, hogy az y tengelyen fogjuk ábrázolni az x plusz 3 értékeket. Ez így most elég furcsán hangzik, de ha megcsináljuk, akkor rögtön látszani fog, hogy mire gondoltam. Először is az x tengelybe húzunk egy merőlegest a mínusz 10 pontnál, és megnézzük, hogy ott y-nak mekkora értéket kell fölvenni. Hát a táblázatunkból kiolvashatjuk, hogy mínusz 7-et. Vagyis az y tengelyen mínusz 7 nél húzunk egy merőlegest, és ahol a most rajzolt két merőleges találkozik, oda kell berajzolnunk az első pontot. Megyünk tovább, és az x tengely mínusz 9 értékéhez is húzunk egy merőlegest, valamint megnézzük, hogy ott mennyi az y tengelynek az értéke, mínusz 6, tehát a kettőnek a metszés pontjába lesz a következő pontunk. Majd mehetünk tovább, a mínusz 8-nál is megnézzük, hogy mennyi. Mínusz 8-nál mínusz 5 az y, ide is teszünk egy x-et. És ezek után már nincs más dolgunk, mint az összes többi pontnál ugyanezeket a feladatokat elvégezni, és már készen is van a függvényünk ábrázolása.